20 csapat, mintegy 100 íjász vett részt július 1-én a 3. Matyó íjászkupán. A kavicsostói szabadidőparkban rendezett történelmi íjászversenyt idén is a Matyóföldi Íjász Egyesület szervezte a Városnapja keretében. Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott dr. Fekete Zoltán polgármester, aki reményét fejezte ki, hogy jövőre még többen jönnek majd el a mezőkövesdi megméretésre. Felajánlottam a reptér területét, tehát ott lovasi íjászattól kezdve minden lehet, és a cél legyen az, hogy egy Kárpát-medencei íjász találkozót hozzunk létre Mezőkövesden. Most is több mint 100 versenyző van, rendkívül jó látni, hogy kicsi, nagy, öreg, fiatal, fiú, lány, minden korosztály, minden nem képviselteti magát. Én nagyon örülök neki, hogy helyet tudunk biztosítani erre a versenyre. Hozzátette, örömteli, hogy az évezredes hagyományokkal rendelkező íjászat mind a mai napig népszerű, és nagyon sokan űzik. Ezt követően Ladányi Róbert, a Matyóföldi Íjász Egyesület elnöke beszélt az íjászkupáról. Nagyon sokat kaptunk Mezőkövesd város önkormányzatától, hogy itt, mint egyesületet fenntarthatjuk Mezőkövesden. Számomra az íjászat egy kikapcsolódás, egy hobbi, már-már szenvedély egyébként, és azért hoztuk létre ezt az íjászkupát, hogy népszerűsítsük az íjászatot itt Mezőkövesden, hogy a látogatók is belekóstoljanak, hogy mi is ebben az élvezetes. A versenyről elmondta az 5-6 fős csapatoknak, összesen 20 feladatot kellett teljesíteniük. Az íjászoknak a táblacélok mellett 3D-s célokat kellett pontosan eltalálniuk, és állomásonként 2 vagy 3 vesszővel lőhettek. A mezőkövesdi versenyen olyan ismert íjász is elindult, mint Nahócki Péter, a sportág többszörös magyar és világbajnoka. Az ünnepélyes eredményhirdetésen összesen 14 kategóriában hirdettek győztest. Nahócki Péter esélyeshez méltón szerepelt a versenyen, ugyanis első helyen végzett a felnőtt férfi kategóriában. A felnőtt nők között Kónyáné Török Erzsébet diadalmaskodott. Az eredményhirdetésen mindenki kapott egy egyedi matyóföldi érmet, valamint oklevelet, a legtöbb pontot szerző versenyző az ifjúsági kategóriában induló Vartnál Botond pedig a Vándorkupát vehette át teljesítménye elismeréseként.